Egy rejtőzködő alak a panelrengetegben. Így örökítette meg Víg Tamás domborművén Pilinszky János költőt. Pilinszky élete utolsó évében 1980 nyarától 40 évvel ezelőtti haláláig 1981. május 27-ig élt Székesfehérváron, abban a házban, amelynek oldalán ez az alkotás látható. Jelenlétét titoktartás övezte, a költő mégsem zárkózott el teljesen, sokszor megfordult a belváros utcáin. Ez az a bejárat, amelyen keresztül Pilinszky rendszeresen ki és bejárt, persze régen máshogy nézett ki. Ahogy máshogy nézett ki, az egész ház nem volt ilyen színes, mint most, csak ugyanolyan szürke, mint az összes többi. A Kígyó utca 4-es számú ház 6. emeletén található tehát az a lakás, ahol a 20. század egyik legnagyobb magyar költője a mindennapjait töltötte. Itt írt, itt hallgatta a zenéket olykor naphosszat, lefüggönyözött ablakok mellett. Itt dohányzott, kávézott, és itt készített magának olykor ételt is. Innen járt vásárolni, a szomszédos múzeumba, vagy találkozni ezzel a néhány baráttal és rokonnal, akikkel jóban volt. Útjai során gyakran volt társa egy jellegzetes fonott kosár, amelyben kifelé leveleket szállított a postára, hazafelé pedig a bevásárlások után sokszor zöldséget, gyümölcsöt, más élelmiszert. Csak feltételezhetjük, mi lehetett a kosár tartalma, de ez a feltételezés most éppen elég ahhoz, hogy képzeletben kövessük a költőt, és felkísérjük a már teljesen megváltozott 6. emeleti lakásba, verseivel idézve meg őt. Milyen felemás érzések közt élünk. Milyen sokféle vonzások között. Pedig zuhanunk, mint a kő. Egyenesen és egyértelműen. Hányféle szégyen és képzel dicsőség hálójában evickélünk. Pedig napra kellene teregetnünk mindazt, mi rejteni való. Milyen megkésve értjük meg, hogy a szemek homája pontosabb lehet a lámpafénynél, és milyen későn látjuk meg a világ örökös térdre roskadását. Az atya lehúnyt a szemét, és a teremtés tehetetlenül, akár egy tépet függöny csünk alá. Jézus halott. Egy pillanatra csak a szögek vannak a helyükön. Magányossá tettél. Innét hűségem. Összetörtél. Ezért vagyok erős. Kifosztottál. Ettől ragyog palástom. Ülünk, fekszünk, sétálunk egymás oldalán. Alvó szegek a jéghideg homokban. Lakát magányban ázó éjjelek. Égve adtad a folyosón a villanyt. Bavontják véremet. Itt lakott, kétségtelenül. Látod? Látom. A mi fiunk. Ülj az ablakba, nézd a házakat, aztán a szobát, falakat, a jégveremnél hidegebb éléskamrát, mosdó helyet. Most pedig induljunk haza. Thank you.